Att, a szintén ködborította Erdély küldte nekünk, szó szerint küldte. A munkanélküliek ezt hallhatták, ered Ábel más világot. Nem mintha a Ábel lett volna. A, ez a hivatalos és szép szó a tevékenységre, hímringyóként kereste mindennapi betevő falatját, a Moszkva térnek hívott, Szélkálmán térnek elnevezett Moszkva téren. Többnyire idősebb férfiaknak ajánlotta a főszolgálatait. Nem volt lelkes, nem volt rezignált, munkának tekintette, de nem veszítette el személynek ifjonti csillogását, ezért jól ment az üzlet, irigyelték is a többiek. A nem érezte az idő múlását, mondhatni, süket volt az időre, ezért állandóan a karóráját nézegette, egy nagy darab, hamisított Rolexet, melyet Kolozsváron szerzett még a Mátyás szobor tövében tüsténkedő román neppertűz. Át lett verve, de ez nem zavart senkit, őt se, a neppert se, tényleg senkit, se románt, se magyar, de még az égieket se. Senki nem akarta a világot megváltoztatni. Csak különféle magyarázatokat fűztek hozzá, az édes Erdélytől a keresztény Magyarországig. És a mennyországról is mesés dolgokat állítottak, érdekeiknek és dacos gátlásaiknak megfelelően. 2 óra, állapította meg az órájára pillantva, és vigyorogva előreállította 3-ra, kezdődött a nyári időszámítás. Ebben az eltűnt órában lenni volna jó, ezért vigyorgott. Eszterházi Péter, Szücs Miklós, a bűnös.